A reformáció hete különleges, jeles eseményeket kínált nem csak a hajdunánási református egyházközségnek, hanem a városnak is. Ilyen kiemelkedő esemény volt október 27-én délután a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium dísztermének avatása is. Az ünnepi esemény a gimnázium aulájában kezdődött Babusa János Calvin mellszobrának ünnepélyes átadásával, amelyet Hajdunánás városa ajándékozott az iskolának. 2 éve a református egyházközség átvette ennek az épületnek a szellemi és egyáltalán az irányítását, és azt gondolom, hogy méltó is, és üdvös, hogyha most mi is főhúzunk egy zászlót, legalábbis jelképesen, és erre a zászlóra Calvinnak a képét tesszük, és azt mondjuk, hogy ő legyen az iránymutató, és ő legyen az, aki a gondolataihoz igazodva ennek az iskolának, ennek a közösségnek az életét tudja akár zsidó bérdéként is jelképezni. Van már egy ilyen szobor a városban, hiszen a református általános iskolában is áll egy ilyen szobor, és azt gondoltuk, hogy az 500. évforduló kapcsán bizony itt is helye van ennek a szobornak, és én bízom benne, hogy ez egy olyan jelképe lesz az iskolának, hogy amikor itt reggel jönnek a pedagógusok és jönnek a gyerekek, akkor egy kicsit majd fényes részek lesznek rajta, vagy egy-egy simogatással azért majd egy izgolós vizsgálőt, vagy valamilyen formában erőt kérnek majd talán tőle is. De a viccet félretéve, én azt gondolom, hogy azt kívánom ennek az intézménynek, azt kívánom a pedagógusoknak és az idejáró gyerekeknek, hogy valóban ne csak az épület legyen református, hanem az idejáró lelkek is. Az ünnepi alkalom a második emeleten folytatódott a díszterem felavatásával, amelyben, mint ismeretes, elhelyezésre került az Ercsei család adománya, a Gál János festő-restaurátor alkotta festett kazettás menyezet. A terembe lépés előtt azonban egy kedves meglepetés várta az adományozókat, e naptól fogva ugyanis az Ercsei nevet viseli a díszterem. Ercsei Zoltán Babits Mihály soraival köszönte meg a kedves gesztust. Az Úr nem ment el. Itt maradt. Ő belőle táplálkozunk. Ó, különös, szent, nagy titok, az Istent esszük, mint régi pásztorok borzongó lakszikon. Ették, itták királyaik húsát, vérét, hogy óriás halott királyok ereje szállna mellükbe. De a mi királyunk, Krisztus, nem halott. A mi királyunk eleven. A terem avatási ünnepségén ige hirdetését a 8. Zsoltárból vett idézettel kezdte Fekete Károly püspök úr. A 8. Zsoltárban a következőket találjuk megírva. Ó, Urunk, mi Urunk! Mi felséges a Te neved az egész földön. Az égen is megmutatta fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondolt arra. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásai, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, csupa csodálkozás ez a zsoltár. És amilyen csodálkozás rám tört, amikor megláttam ezt a 144 kazettát, és a különböző irányokból próbáltam róla magamnak is fotókat készíteni, azt gondolom, hogy itt minden benne van ebben a 144 kazettában, amit egy érettségivel, érett személyiségként innen kilépő ifjúnak
tudni kell, illetve érezni kell. Mert nem elég tudni, hanem ehhez járulni kell egy olyan érzésnek, amelyik abban az öntudatban erősít meg bennünket, hogy mi kik is vagyunk. És hogy ezt jól értsük, ahhoz nekem nagy segítség az, hogy az adományozó, amikor szót kapott most hirtelen, akkor nem önmagából beszélt, meg önmagáról, hanem egy olyan verset ajándékozott nekünk, amelyik arról beszél, aki ezt az öntudatot helyre teheti. Hogy ne valami hamis hübrisz, valami lelki gőg, valami olyan nyakasság legyen, ami félre visz. Gál János festő-restaurátor, a népművészet mestere alkotásáról, Vargyas Gábor, jeles néprajztudós a következőket mondta, mintegy utalva arra, hogy eredetileg nem ide készült ez a festett kazettás mennyezet, de a sors és a jóisten ezt másképp gondolta. Haben sua fata liberi, a könyveknek megvan a maguk sorsa, tartották a régi rómaiak. Mi, akiket eredben összegyűltünk, tudjuk, hogy a festett faművészeteknek is megvan a maguk sorsa. Mi kell ahhoz, hogy egy műalkotás megszülessék? Kell először is egy művész, jelen esetben egy áldott tehetségi festő-restaurátor, aki nem mindennapi tudását nem, vagy nem csak a maga örömére, hanem egy közösség szolgálatával és szolgálatára fejti ki. Akinek egész élete, és itt most idézni fogok hosszan, de kivételes famennyezet megalkotójának és megalkotójának, Gál Jánosnak az internetes honlapját nyitó prológból. Tehát akinek egész élete a határokon átívelő magyar nemzethez való tartozás jegyében telt. Készült ez a mennyezet, és azt mondtam, hogy milyen méltó helyre került. Igen, mert itt fiatalok nőnek fel, és azok az idézetek, mert ezeket azért úgy válogattam össze mindenképpen, hogy magyar és református legyen. És ugye a hármas halom, a kerély és a Biblia mellett, a hitusz és a szózat egy-egy verszaka, a két imánk, az egyik a fohász könyörgés, Isten áld meg a magyart, vagy az utolsó szánd meg Isten a magyart. ...144 kazetta várja mindazt, aki feltekint a mennyezetre, az önkormányzat a termet újra festettette, elvégezték azokat a munkálatokat, amit kellett, a megvilágítás sem volt egy olcsó dolog, amit szintén az Ercsei család állt, és a hangosításba pedig az egyházközség, azt a hangosítást az teljes összegben az egyházközség vállalta fel, megtörtént a székek áthúzása, tehát most már valóban méltó annak ez a terem, hogy díszteremnek és ercsei teremnek nevezzük. Az igehirdetés és a köszöntők után Dér Balázsné Dobi Inci, a gimnázium igazgatója mondott köszönetet mindenkinek, akik közreműködtek abban, hogy mindaz megvalósulhatott, amellyel gazdagodott az intézmény. Hálát el szíven mondok köszönetet a fenntartó egyházközség elnökségének és a város vezetőinek, amiért ezt az intézményt, ezt a helyet gondolták a legméltóbbnak arra, hogy ezt a képzőművészeti csodát, ezt mi őrizhessük. Köszönöm mindazok segítségét, akik részt vettek abban, hogy ez a díszterem, illetve ercsei terem ma így néz ki. És szívből remélem, és azt gondolom, hogy meg is ígérhetem, hogy az üzenetet, szellemiséget, amit a kazetták hordoznak, féltett kincsként őrizzük, és adjuk tovább a következő nemzedéknek. Vajda János szavaival zárom: mindennek, ami remek volt, emléke, nyoma fönnmarad. Az ünnepi alkalmat színesítette Gál Weber Ildikó operaénekes műsora, aki a terem szellemiségéhez igazodva népdalokat és egyházi énekeket adott elő. Mikor csíkból elindultam,
Az ünnepi program végén kerül sor a Debreceni Egyetem által meghirdetett néprajzi történelmi pályázat eredmény hirdetésére. Ebben az évben a reformáció emlékünnepséghez kapcsolódva egy olyan pályázatot írtunk ki, ami hajdonárás és ugye a tiszántúl történetben még legfontosabb esemény sorozatához kapcsolódik, ugye a bocskai szabadságküzdelemhez, bocskai szabadságharchoz. Úgyhogy itt a bocskai kultusszal, bocskai szabadságharc emlékével kapcsolatban vártunk dolgozatokat. Az ünnepség végén Gacsai Gábor nagy tiszteletű urat arra kértük, összegezze, mit is jelentett a hajdunánási református egyház és hívei számára az elmúlt egy év, amelynek szinte minden eseménye a reformáció 500. évfordulójának jegyében zajlott. Jelentett egy visszatekintést, visszanézést. Honnan jövünk? Szükséges egy önvizsgálat, hol tartunk és hová megyünk. Fához tudnám hasonlítani. Ha a fának nincsenek gyökerei, mélyre nyúló gyökerei, akkor az a fa előbb-utóbb a viharban kidől. Igaz, hogy a mi gyökereink felülről jönnek lefelé, hiszen onnan táplálkozik az egyház. A jelen nagyon fontos, mert olyan szolgálatokat tud elvégezni a városba, ami nem csak a református egyházhoz tartozó, vagy hadd mondjam így hívő, emberek életében fontos, hanem minden ember és minden család életébe, erről hosszan tudnék beszélni, amikor jönnek családok, távol vannak, elkerülnek, és milyen jó lenne, ha biztonságos helyen tudnák az ő gyermekeiket. A jövő. A jövő azért nagyon fontos, és most alakult meg a presbitérium, és január 1-jel kezdi meg a működését, és már január 3. hetében nem vagyunk Beregdalócon, háromnapos csendes napon, ahol felállnak a bizottságok, végigvesszük a következő 1, illetve 6 esztendőnek munkáit és fáradtságait, hogy valóban úgy tudjunk neki menni az eljövendő éveknek, hogy most már a falak állnak. Most már a lelkek kellenek, még több lélek.